Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, két telephelyen működő idősek klubja, fogyatékkal élők napközi otthona, szenvedélybetegek közösségi ellátása, támogató szolgálat, Köveshegyi idősek otthona. Ezen szakfeladatokat látja el az Egyesített Szociális Intézmény. Az elmúlt évben több mint 800 ellátottja volt ezen területeken az intézménynek. Ezen felül működik még a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, mely a szociális munka egy másik szegmense. Ott a családokkal foglalkozunk, védelembe vett kiskorúakkal foglalkozunk, adományokat gyűjtünk, adományokat közvetítünk, nyáron játszóházi programot szervezünk, valamint az önkormányzat karácsonyi ajándék utalványát és a mi dolgozóink juttatták el az idős emberekhez. Az összetett sokrétű munkát sikeresen elvégezték az intézmény munkatársai az elmúlt évben. A ellátással kapcsolatosan úgy a ellátottaink részéről, mint a hozzátartozók részéről pozitív visszajelzések jönnek. Minden olyat, ami elvárható, elvégezhető, és a pénzügyi lehetőségek biztosítottak, azt megoldottuk. A 2011-es évben ünnepelte az intézmény fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi ünnepséget a Köveshegyi idősek otthonában rendezte meg az intézmény. Az Egyesített Szociális Intézmény 1986. január 1-én kezdte meg a működését. Ezen belül február 20-án az idősek otthona, valamint június 24-én a Hősök Terei Alapszolgáltatási Központ kezdte meg a működését. Az elmúlt évben két az intézményt érintő pályázati program is lezárult. Megépült az új alapszolgáltatási központ, és elvégezték a Hősök Terei Idősek Klubja akadálymentesítését is. Előírás volt, hogy biztosítani kell, miután közfeladatot látunk el, az akadálymentességet, valamint megépült az új alapszolgáltatási központ. Ez öröm számunkra. Nagyon vártuk már azt, hogy a klienseinket, az ellátottainkat jobb tárgyi feltételek között tudjuk fogadni, és előnyt jelent ez a dolgozók szempontjából is, hiszen én úgy gondolom, hogy problémás személyekkel, rászorultakkal, konfliktus helyzetben élő személyekkel nehéz a... A jobb tárgyi feltételek most már biztosítják annak a lehetőségét is, hogy eredményesebb szakmai munkát végezzenek az intézmény dolgozói.